szét. Köszönöm tőlem. Önöket? Most önöket nem bemutatom. Milyen a wireless N150 HC router GoRoto N150. Kezdődünk alfa, mit is ír itten a tete, én fönt. Share your internet connection wireless N150 technology for fast wireless speed. Compatible with wireless G and wireless in devices. Security at the touch of a button. Azt jaj, küldjen az internet kapcsolatot wireless N Wi-Fi 150-es technológia, gyorsabb radioaktív sebesség, kompatibilis a wireless G és a wireless N-es eszközökkel, biztonságos egy gomb nyomása, nagyban láthassunk a képét rajta, termék képét. Majd itt látható rajta az, hogy Shetov BGM B és G jelölés. Majd hátra fordítva, itt le van írva what it does. Connect the router of ADSL or cable modem and share your internet connecting with everyone in your home. Kapcsolod rá a routerodra, ami lehet ADSL vagy kábelos modem. Oszd meg az internetedet, internet kapcsolatodat vagy az összessel, akik a házban élnek, házban vannak. This router is ideal for web surfing, button. This router is ideal for web surfing, shopping and accessing class Ashley and security. Szóval ez ideális a webezésre, üzletelésre, fájküldésre és biztonságos. The benefits of wireless N150. Wireless N150 technology offers more speed, extend, coverage and virtual no dead spots when compatible with previous 802.11g standard. This is router creates and wireless network wide speed up to 150 megabyte and is compatible with wireless and devices. Azt jelenti rajta, 150 sebességű, virtuális, nem halt be a kapcsolatok, hozati kapcsolatok, régebbi szabványa is kompatibilis. El lehet küldeni, nem delícekkel. Itt van ez a képen, látható, mire lehet kötni. Egy régi illusztrációt láthatunk rajta. Rá lehet kötni egy számítógép. PlayStation 4-re, laptopra, semmilyen, hogy is hívják, mi nincsen rajta az Androidos smart telefonok, semmilyen telefonok, tabletek. Ez eléggé azért mondom, hogy régi illusztráció, majd itt látható ábrával rajta, hogy is néz ki a modernnak a hátulja. Majd itt le van írva szépen magyarosan, hogy mi is van. 150 MB vezeték nélküli sebesség, wireless G és wireless N eszközökkel való kompatibilitás, nyomógomba a hálózat könnyed biztonsága tételéért. Már ezt írja. És figyeljék meg, 150 megabit per sebességet ír. Közben meg, a másik oldalát megfordítva, ittán meg azt írja rajta, kapcsolat, 1x 10-100 megabit van port, 4x 100 megabit van port. Ittán, ez ittán azt írja 150, közben valójában meg csak 100 megabájtos. Ez annyit jelent, hogy ittán hazudás van rajta. Nincs meg a 150 megabit, csak 100-as, és az is lehet, hogy nagyobb valószínűséggel csak a 10%-ot lecsonat, lehet olyan 90 megabit per szekundumos az egész. Akkor 2 év garancia van rajta. Akkor a biztonsági védelmi részei. Web Dual Active Adware Filler-val. Emellett valami Dual Active, majd azt kiderül majd a web interfészéről csinálok videót, hogy mit is tartalmaz valójában, milyen a web interfésze neki. Rákötöm a szájtógépre majd, akkor kiderül. Akkor ennyi lényegében. Majd most jön a csomag kinyitása. Akkor a verziószámot
nem állítettem meg, ez a verzió A1-es és finál verziója az 1.0-as. Majd itt kinyitva a doboz, akkor láthatóvá válik a verzió száma 1.1 EU, ártási idő 2012, első hónap 18-a, és pizza boxba van csomagolása. Majd kinyitsunk a kamerát. Mert elasztikus csomagolásban található a maga a wifi-s routerunk, ami rá van írva, hogy rá van nyomtatva környezetbarát. Eléggé kocka kivitelű, amikor az újabb modellokban nem ilyen kockák szoktak enni, hanem lekerekítette a divatok. Itt található rajta meg a VPS gomb, amit rányomod a telefonodat, meg ezt, akkor rögtön automatikusan kapcsolódik rá. Majd itt a hátulján van ez az antennája, ami eléggé kicsike, szerintem ez nincs meg 5 decibel, csak 2 decibeles lehet. Majd találhassunk azután 4 LAN-portot, aminek a maximális sebessége csak 100 megabites, meg az internet port, ahol az internetet kell benyomni. Meg egy tápra való 5 voltos és 1 amperos, és a reset gombot. A nem cserélhető a az antennája, nem lehet lecsavarozni, nem lehet nagyobbat rárakni, gyári, nem lehet szétbontani. Akkor itt található 4 ilyen állványa, egy található 2 speciális darab, amit rá lehet rakni a falra, fel lehet akasztani, és akkor így lógni fog, így fog állni a falon, és akkor közben még állítod az antennát, hogy így lógjon, vagy nem így álljon neki, vagy így. Máshogyan nem lehet, így a mozgásképességes csak neki. Majd akkor itt meg van említve a hogy kell bejelentkezni rajta, a proxy címe, hol van gyártásva a PIN száma neki, inputja van neki, szériát, meg a verziószám itt is el van tüntetve, Egor Vodi neve neki, Egor TN150 EU A1L, verzió A1-es, firmware verzió 1.0.0. Itt van az IP adressza neki, hogy lehet bejelentkezni a webböngészőbe. A 192.168.0.1 kód, a felszámolép admin, a kód helyét még üresen kell hagyni. Ennyi volna a modemről bemutatóként. Ami a következő, mi találtunk a dobozban egy minőséges, meg kinézető LAN-kábelt, elég minőséges, szépen be van festve kékre, 60 fok a maximális kibírás neki, majd találunk egy eléggé gyönge tápegységet, gyöngén néz ki, vékony, ami 5 voltos és 1 amperos, 100 voltól 200 voltig működik, 240 voltig. Majd kinyitva a csomagolás alján található a technical support, ami így néz, így fest ki, amiben van a egy garanciapapír, szabványok, akkor itt van a setupja, fel is tudok olvasni, mit írnak rajta, több nyelven, rajta azt írja, hogy angolon, step 1, English position your router, close your modem and the computer, that already online place in the router and open area your internet work area for better wireless coverage. Step 2, unplug the internet cable from your modem that is connected to your computer, plug it into blue port outlet one back of your router. The router is now connected to your computer, plug on end of included internet cable that come, but your router writer is the port labeled internet on the back the router plug and router and this cable in the internet port on your modem. Step 3, connect the supplied power adapter into power port on the back
of the router and then plug in the power outlet source protector where fitted the power light is it. From the computer to connector, the router open the wires and enter HTTP link router, then press enter and config router. The link router, amikor érdekes úton módon azt írja, hogy ha te az AC setupra akartok rámenni, akkor ezt be a link router. De hogyha ti az advancedra akartok, amit én mondtam, itt van az IP adressza, 192.168.1 és admin. És van egy AC. Nagyjából ennyit ír, akkor róla. Itt van még egy kezelőkön. Garanti, ez a garancia papír, hogy nem szabad hát kidobni, nem minden milyen kukába kell dobni ki. Köszönöm a figyelmüket. Ennyi lett volna a TP B-Link bemutatása, B-Linknek a N150-es modellnek a bemutatása.